persze, nem kell minden tetszen. Próbálj meg úgy hozzáállni, hogy ezt én el tudnám elviselni a lakásomban. Betenném a nap, nem Isten, még a hálószobában is. Mióta hallgatok? Hát mint majdnem minden ember gyerekkorom óta. Akkor elesztem is, temperáztam is, akriloztam is, olajoztam is. Ha muszáj, akkor én az olajt szeretem. Leginkább festéshez, leginkább de az akvarelt is, mert az olyan másabb, úgy durranhat. Az olaj meg az egy ilyen filozófikusabb anyag. Kukár István a gyulai Erkel Ferenc gimnáziumban a rajzszakörön sok tájképfestészeti inspirációt kapott rajznárától Székelyhídi Attilától. Nagyvonalú és invenciózus stílus tanult, és remekül gyúrta össze sajátos festőjen hétköznapi stílusával. Amikor a főiskolára kerültem, Szeged, ugye én akkor kerültem egy olyan közegbe, amely gyakorlatilag a művészetről szólt. Úgy látom, hogy létezik egy ilyen világ, és lehet alkotni is, és akkor onnastól kezdve már akkor dolgoztál úgy, hogy bizonyos alkalmakkor esetleg beadtál dolgot ide-oda. Még ott nem is olyan nagyon, de hát ez mégiscsak ez része volt a főiskolai életnek. Szegeden a tanárképző főiskolán a 80-as években a hódmezővásárhelyi alföldi festészet meghatározó volt a rajztanszék elvárásaiban. Ezzel ellentétben főiskolai tanára Aranyi Sándor erős, kontrasztos színvilágot és zárt tömör kompozíciókkal dolgozott és tanított. De amikor hazakerültem ilyen Gyulára, akkor már meg úgy mégiscsak mozgatott ez a dolog, meg sok mindent láttál. És akkor láttad azt, hogy hát ilyet tudok én is csinálni. És akkor elkezdtem csinálni ilyet, sőt kiderült, hogy lehet, hogy jobbat. Egyféle ilyen editív magatartás ez, mint kreatív magatartás, hogy ide hozom és megmutatom azt, hogy ilyen is van. Mit fogadtak, az egy más dolog. Lakhelye a Gyula melletti gyulavári és tipikus körösmenti közeg. Végtelen horizontok és az azokat megtörő facsoportok számtalan variáció adják a békési táj látványának változatosságát. Tornyai szavával a semmi az, amit megragadhat a festői szándék. Körül mit, miért? Egy mondat. Kubista. Ez? Nem, dadaizmus. Na, azért mert egy kollá. A tanárság ugye az inkább arról szól szerintem, hogy tudást átadni. Ó, egyik szebb, mint a másik. Nem? Én nem jó. Jó? Nagyon jó. Nagyon jó. Tökéletes, látod? Zseniális. Zseniális. Meg kell hajoljunk a nagyság elé. Három-három. Igen, én tanárképző jelentkeztem, az nekem úgy nagyon soha nem volt benne az én fejemben, hogy én most művész, festő, művész vagyok. Én mai napig is nem igazán tartom magamat, mondjuk úgy, hogy művésznek, sokkal inkább tanárnak, ugye, mert az egy másik szakma. Mert a művész ugye az, aki a dolgaival reflektál. Na most én nekem el időm nincs. A harmadik jelentős állomás Kukár István vizuális tanulmányaiban az Iparművészeti Egyetem, ahol megismerkedett mélyebben a kortárs művészettel, és beépíti annak műfaji sajátosságait munkásságába. És láttam azt, hogy hát ilyet csinálok én is, mondjuk egy erős középszinten. És akkor elkezdtünk, hát nagyon jó volt az a hatás, az a közeg, hogy ott egyféle megerősítést kaptál a felől, hogy ez létező dolog. Mert Gyulán azért jó részben inkább kiröki, mosolyog, nem rögnek, de mosolyogtak rajta, hogy na, fekszenek a sárba, ó, még pénzt is kapnak, hát pénzt nem kapnak, érted, de az meg milyen művészet. Tehát az iparon sok inspiráció. Ott az volt a jó, hogy mi ott együtt voltunk. Az ország összes részéről 20 darab rajztanárt összeszedtek, aki akart nem csak rajztanár lenni, egy kicsit több, meg más tanulni. És akkor ezekkel mi nagyon jó inspirációs kapcsolatba kerültünk egymással. Az engem is mindig is érdekelt a kortárs művészet. Jobban, mint a klasszikus. Most én láttad azt itt a környéken, ez nincs. És akkor sose tartottam magamat ilyen, nem is tudom milyen megmondó művész embernek, de hanem az, hogy hozzuk ide máshonnan. Sokszor ebből vita, meg olvas hallunk olyat, hogy itt a néni, aki fest mondjuk Tanya udvart libákkal, az kortárs művész, nem lesz az valaki. Hogy a barokk képeket feste, akkor se lesz kortárs, mert megkésett barokk festő lesz. Kicsit 300 éve később. Szerintem halomány fogalmasa volt, hogy performance létezik.
hanem úgy olyan jó volt ez. Kitaláltam valamit, emlékszem, hogy felvettem kazettára, hogy én mondtam valami verset, ott hangzott, és akkor összemosni ilyen dolgokat. A performance egy művészeti irányzat, vizuális élmény, jelentése előadás, ami egy időben elnyújtott látvány, általában festménysorozatok segítségével. Elsősorban a body art és a videóművészet a fő ága, de középpontban a fellépő és annak a teste áll. Ez úgy jónak tűnt, meg itt vagyunk, fiatalok, hát csináljunk, ne csak az vagyunk, mert sziasztok, nagyon jó a művész, milyen jó, gyönyörű, hegedülünk egy kicsit, azt menjünk haza. Tehát ennek semmi értelme nem volt sose. A gyulai alkotókör a rendszerváltás környékén alakult, ahol fiatal művészek összejártak és alapítottak egy egyesületet 1996-ban. Tagjai, írók, képzőművészek, fotósok havont összegyűltek, egymást inspirálva feladatokkal, ami egészen 2017-ig aktív volt. Nagyon bájos amatőr kis dolgok voltak ebben. De nem baj, ugye, mert hát ez volt a lényege. Ez nagyon egész kinőtte magát odáig, hogy gyakorlatilag a város kulturális életének egy meghatározó társasága lett. Több kiadványt csináltunk, rendezvényeken szerepeltünk, kiállításokat szerveztünk. Ez nagyon meg kint a Körös parton, ezeket a kis délutánokat, ahol teljesen kortárs összejövetelek voltak, ugye. Hát ez a part, amit említettem, hogy mi kint a Körös parton, ugye, tehát ez, onnan jött ez a dolog, hogy volt a sakk, az a sarkadi alkotókör, meg a gyulai alkotókör. Csak én állandóan ilyen bulimániás vagyok, hogy jó, hogy gyerekek, ti vagytok Sarkadon, mi meg Gyulán, akkor hát üljünk már egy árokparton, azt üssünk egy bográcsot, digyunk egy nyolcvan sört, az jó van, majd lesz a lagy, és hát de hol, mind? Hát a mesdjén, ugye a két határnak, ahol van a, és kiderült ez a fekete körös sodorvonala. Van, és akkor oda vittük ki egy ilyen szabadtéri dolgot, amiből kialakultak gyakorlatilag, hogy ott installációkat csináltak, meg performance-okat, meg ilyeneket, nem volt más. És mindig adtunk egy témát, ég, víz, part, meg egyébként, és ennek lett a neve a P nagybetűvel art. Megváltottuk a világot havonta egyszer. Jó sok sör, meg vodka elfogyasztása mellett. Hát ezek aktuálisan, mondom, a tagoknak a munkái hoztuk mi össze, ilyen egy-két évente így valahogy jöttek ezek. Én voltam a felelős általában a kézművészetért. De sokszor voltak, meg kell néha felvállalni ilyen minőség érdekében, ilyen konfliktusokon, és hoztak oda olyan rajzokat, hogy így néztél, hogy ezt komolyan gondolod. Ezt berakjuk bárhova is, hát ne legyen már ilyen. És akkor volt olyan, hogy nem akartam szerencsétlen nagyon megsérteni, akkor beletettem a rajzát, de fejjel lefelé. Úgy legalább nem látszott, hogy mennyire rossz tolna. Saját kiadványa is volt, Romlás virágai címmel, ami egy 2001-ben kiadott fényképes kiadvány. Témája egy városnéző séta volt, ami közben észrevette, hogy mennyire is elhanyagoltak Gyula utcái. Az, hogy például a szennyvíz lefolyó, a csapadékvíz lefolyóban kinő egy ekkora citrom, vagy mi az ecetfa, hát az mi? Az, hogy kéne lapátos ember, hogy kilapátoljon a kosztot el. Tehát az nem pénz kérdése, ugye? Hanem odafigyelés kérdése. Mikor megjelent, odarakták a képviselőknek az asztalára, és állítólag volt, aki fejtő azt mondta, hogy ezt azonnal be kell tiltani. Egy ilyen városban, ahol a kulturális idegen forgalomban akarunk megélni, nem jelenhet meg egy ilyen. De mondták, én már le, nem Moszkvában vagyunk 70-ben, nem a füzet az oka annak, hogy ezek a falak ilyenek. És onnosok ez azt mondja, hogy volt ilyen, hogy mint a mondja, a Biblia mentek, mi van még, mit csináljunk még meg. A képeknek a hatalma. Ha te azt leírod, elmondod, hogy hát nagyon jó, hát de nincs rá pénz. Ha lerajzolod, megfested, jaj, a művész meglátta szépet még az omló falba is. De a fotó, az nem hazudik. Ugye így gondolják az embereknek. Akkor még inkább így, de ma már kicsit azért változott ez a dolog. De, és ezért a fotó ereje indított el egy olyan folyamatot, ezt elkezdték megcsinálni. A 3T csoport 2002-ben alakult a Három Tanár című festménykiállítással. Három ember egészen három különböző abitus. Ugye a Szuha Gyuri, ő, akik legmesszebb kezdjük vele, ugye ő egy
inkább ilyen filozófikus elmélet, ő is tanít, ugye, tanított, most éppen most már nem tanít, de ő is tanított az orvosi gimnáziumban. Ő inkább egy ilyen filozófikusabb, ír, meg mindent jár az agya, de azért sokszor a ködbe jár. A másik, a Novák Attila, ő Békés Csabán tanított, meg tanít ugye szintén gimnáziumban, meg művészeti iskolában, és ő gyakorlatilag a Áronténnek az esze. Tehát ő talál ki dolgokat ide-oda, meg ő a akrobatikusabb, ő a kicsi, meg a mozgékony, meg mi nem. És akkor én vagyok a harmadik, én vagyok a nagy, ugye, hogy is mondjam, inkább én vagyok a realitás, mert amikor kitalálnak valamit, akkor figyelj, mert jó, de ez hogy áll meg? Hogy mászunk le onnan, hogy megyünk fel oda. Tehát én vagyok a technika, meg ezért akkor honnan fog ezzel indulni, honnan, hova megyünk, hova vagy tartani, oda mész, hányat lépek addig, mit mondunk. Tehát én inkább ez a, mondjuk, hogyha így néz ki, akkor ez a anyagiasabb, olyan értelemben, hogy a megvalósíthatóság inkább. De ez olyan módon így nem igaz, mert sosincs olyan performance-ok, hogy mondjuk hogy egy emberhez köthető. Tehát van, akinek jön az alapötlete, akkor az övé, mert többször Gyulaiakat sokszor én találtam ki, a Csabaiakat Attila, Gyuri meg a Szarvasiakat, de mondom, de inkább, ugye, inkább ez ilyen közös, mint egy zenekarba, hogy jön valaki egy ötlettel, hogy hogy lesz ebből egy dal, egy előadat az elkorot, hozzászól a basszus, a dob, meg a gitár is, vagy a trombita, és ebből lesz egy zene. Tehát ez ilyen nagyon jó, és én ezt azért nagyon szeretem, mert ez ilyen nagyon inspiráló és nagyon élhető művészeti forma ez a nekünk. Az is nagyon érdekes volt, hogy ugye van egy kis vendéglátás mindezés. Csináltunk egy asztalt, fejetelítő, amire kiraktunk tepertőből, meg egy sűrű disznó fejből, meg lábból egy disznó szobrot. Egy ilyen ott hasalt, így, de tepertő volt kirakva. És azt majd megeszik. És fölé belógattunk ennyire, ugye a tepertőtől, olyan fotót, de ilyen nagyot, ilyen 2 méterszer 1 méteres, amivel ott fotóztam, amikor ez a 8-10 vérző disznó ott lóg a magas pályán, és így alatta ilyen 20 centi magas ilyen vértócsa van, meg mi nem, és csorog a vér a fejükből. És ilyen fotókat oda felakasztottam fölé, ilyen dupla, mind a kettőre ugyanazt, tehát ezt így nézték, hogy így nem mertek hozzányúlni először. Megittak elég bort, akkor utána már hajnal elfogyott ott minden, egy kis csontok maradtak csak, de azért elég brutális volt egy kérdés. De hát erről szólt, szerencsét neked, hogy elfasiztam, hogy ilyen vágóhidon mi történik, ugye? Legutóbbi kiállítása a 43 K.I.N.K., amire legbüszkébb, a Kohán Képtár nagy termében volt. Egyszer az egyik nyár, ilyen tavasz volt még talán, szól, hogy Lukán, akkor csinálsz kiállítást. És akkor tényleg csak így néztem, hogy jó, igen, nagy teremben. Én? Hát mit rakjak én oda? Hát nekem nincs fekete bivajon, meg semmi, amit oda befér, de hatalmas tér. És oda mit rakjál te oda? Hát ezek a itt, ilyen nagy képnek tűnő képek így benyelt a tér. Csináltam egy sok ilyen kis képet, ilyen 40x40-es képet. Vagy 40-valahányat. És akkor ott a számossággal töltöttem meg. A téma az ilyen semmi volt, 3 vonal. Mert a semmi az Alföldön. Van egy horizont, meg van benne egy kicsi ilyen erdősávnak a vonala. Ez a két, egy egyenes, meg kicsit görbe vonalból állt az egész. Jó vastagon felkened a festéket, és akkor van ez a kőmesek használják, én nem tudom mi annak a neve, ilyen a burkol, amikor burkolót raknak, hogy és akkor azzal így körbe elindultál vele, és húztad szépen ezeket a barázdákat. Sokkolni, hogy bemész, az van egy fekete vászon. Hát ez mi? Akkor bemész a másik, ott van egy fehér. És közte meg, ott volt a színes, az a nagy volt a közepe. És úgy igen, volt egy kis performance is. Hát nem sok volt, annyi volt, úgy volt eleve le volt takarva minden kép. Egy ilyen, és akkor azt végigmentünk, leszaggattuk róla, azt jó van. Hát meg leszek én még. Mindjárt 60 éves leszek, hát mit akarsz még 10 év múlva? Hát itt, a statisztikák szerint nekem még van még 10 jó ilyen, meg 5 rossz. Mit szoktál neki tanácsolni? Hát hogy menjenek el számítástechnikusnak. Mert sokkal jobban járnak vele.
Hát nem tudom, mert az igazság, hogy én most egy jó ideje, már lassan 10 év, hogy a gimnáziumban tanítok. A gimnázium nem a művészeti oktatásnak a legfőbb terepe. Én egyet szoktam mondani nekik, hogy próbálják meg nem elkerülni a kortárs művészetet, és próbálják meg befogadni. Hello.